Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A kaliforniai egyetem tudósai szerint szokatlanul hűvössé válhat a nap 2050-re. A kutatások igazolták, hogy alig néhány évtized múlva a nap 7%-kal hűvösebb lesz, mint most. Az égitest lehűlése úgynevezett szoláris minimumot eredményez, ami hőmérséklet csökkenéshez vezethet a Földön. Legutóbb a 17. században történt ilyen hőmérséklet csökkenés, ez olyan mértékű volt, hogy befagyott az angliai Temze folyó. A lehűlés nem volt egyforma az egész bolygón. Míg Európában a hideg tombolt, addig Alaszka és Grönland déli része melegedett. Kutatók szerint a szoláris minimum lelassíthatja a globális felmelegedés mértékét, azonban megállítani nem fogja tudni. Mi pedig köszöntjük a stúdióban Mika János éghajlatkutatót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Science fiction filmek, tudományos fantasztikus filmek garmadája foglalkozik a hűlő nappal. Van realitása ennek? Hát van benne egy ciklus, 80-90 évenként gyengébb értékek jönnek, az a Maunder minimum a 17. század végén, 18. elején egy kivételesen mély volt, ugye ezekben is van ciklus. Körülbelül egy 0,25%-kal lesz kevesebb az energia ennek hatására, ugyanabból a hírből ez is kiolvasható, amit hallottunk az előbb. Ez nem öröm, illetve hát a klímaváltással szemben talál az is, egy fél fokos csökkenést eredményez 2-3 évtizeden keresztül. Tehát ez annyira nem számottevő. Igen, pont azt akartam, hogy mérhető, de ezt tulajdonképpen hát észreveszünk? Eddig egy fokot melegedtünk, addig még egy felet fogunk, talán ezt a felet veszítjük el, de utána visszakapjuk. Tehát sajnos ez a ciklikus nap tevékenységünk is azt eredményez a végén, majd visszakapjuk az eredeti értéket, sőt, utána egy kicsit rá is fog segíteni. Tehát akkor ez reális forgatókönyv. Igen, amennyiben maga a jelentős mértékű napciklus visszaesés jelentős, tehát ciklus visszaesés lesz, hogy ekkora, az valószínűleg nem geometria vagy statisztikai trendvonalúzás kérdése, mint ahogy ugye a párizsi emlékezetes lóvasút története sem úgy folytatódott. Nehéz ez a kérdés, de egy kicsit lehetne neki örülni, mert hogyha egy pár évtizedet nyernénk a melegedésből, például az alkalmazkodásra, például a kibocsátás mérséklésre, akkor annak örülnénk, és az esetleg tényleg elvezetne oda, hogy 2 fok fölé nem menne a melegedés. Tehát akkor van pozitív hozadéka is, ahogy tetszik ennek a ciklusnak. Így különösen, hogy mellé még melegítünk, tehát egy melegítést tud kompenzálni ez a naptevékenység visszaesés. Ez önmagában örvendetes, hát a maga a klímaváltozás az nem. Nem szabad 3 fok fölé engedni a melegedést, ebből egy már megtörtént, mert akkor visszafordíthatatlan változások, árvizek, jégolvadások történnek különböző helyeken. A párizsi megállapodás, ami 2015 végén köttetett és egy évre rálépett életbe, az 2 fok alatti, előtti megállítást tűz ki, és tesznek rá vállalásokat az országok. Országok eddigi vállalásai körülbelül az 1/3-át. Hát akkor van még mit tenni, ezt úgy érzem. Viszont van egy elmélet, az úgynevezett Gaia elmélet, ami azt mondja, hogy ha bármit is történik, bármi is történik a Földön, a Föld reagálni fog. Tegyük föl, hogy itt ugye megtörténik ez a, nevezük így, hűlés. Valamilyen módon reagál rá a Földünk? Hát a Gaia hipotézisről beszélhetünk. Igen, bocsánat. Sajnos a természet csak azt tudja megoldani, amit már látott. Ilyen erős melegedést, mint amiben vagyunk, nem látott. Ilyen ciklusokat láthatott már, de ez 2-3 évtized. A Gaia hipotézis szerinti változások 100 000 év alatt történnek. Ebben valószínűleg nem tud segíteni. Mi mennyire tudunk ehhez alkalmazkodni? Most, hogyha csak azt nézzük, hogy nyáron nem lesz, akkor én kicsi voltam, akkor még 32 fokra már azt mondtuk, hogy kánikula van. Hát 32 fokban ma már gyakorlatilag a klímát nem kapcsolja be az ember, meg sem érezzük. Hát nem lenne baj, ha mindenki ott maradna, ahol van. Csak sajnos nagyon sok területet a Földön nagyon erősen érint a klímaváltozás. Már 2005-ben költözni kellett Tuvalu szigetéről Új-Zélandra, tehát emelkedett a tengerszint. Egy 2007-es, tehát a mostani migrációs hullám előtt született becslés szerint, ha nem változtat az emberiség az klímaváltozás ütemén, akkor 250 millió, 1 milliárd klímamenekült lesz, tehát aki amiatt hagyja el az országát, mert éghajlatilag évtizedes átlagban rossz neki. Amit most látunk, azok erős időjárás.
alvási anomáliák, amik szintén hozzásegítenek embereket. Hogy a napokban látott egyébként napvilágot az a hír, miszerint Fokvárosban akár ivóvíz hiány is lehet majd. Ez is ennek a következménye? Évtizedek óta ott probléma van, kicsit alul terveztek mindent, nem számítottak a éghajlat változására, de valószínűleg ott a népesség növekedése is hozzájárul ehhez. Valóban jelentős probléma, és ez egy sűrű lakott város. Hú, de sok mindenről beszéltünk. Köszönjük szépen. Én még tudnám hallgatni, egy igazi tanórát tudnánk végig hallgatni. Én is azt hiszem, de összefoglalókor végül is azt tudjuk mondani, hogy akár pozitívan is kijöhetünk ebből a nevezük így hülésből majd néhány évtized múlva. A nagy baj mellé segít egy kicsit, hogy ne legyen akkora. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hozzánk máskor is. Köszönöm szépen.